Az Illés zenekar december 19-i Beat ünnepe lesz az első koncert a nemrég átadott Audi Arénában. A legendás zenekar két tagját, Bródi Jánost és Szörényi Leventét csütörtökön a Győri Városházán sikerült mikrofon végre kapnunk. Megtudtuk, hogy a Beat ünnep az Illés zenekar megalakulásának 50. évfordulójának ünnepe is. Ennek keretében a produkció Budapest mellett Veszprémbe, Debrecenbe és Győrbe látogat el. Sajnos még nem láttam, de úgy hallottam, hogy egy egészen új arénát fogunk itt felavatni, ahol még kulturális műsor nem volt. Nem az épület a lényeg, az persze egy nagyon fontos, főleg télvíz idején, hanem a belesereglő közönség az, hogy reagál arra a produkcióra, amit mi csinálunk, tehát végül is ez tölti meg, de ez az első pillanat alatt kiderül, az első pár ütemnél már kiderül, hogy a közönség milyen. Lett legyen az bárhol, egy szabadtéren, vagy akárhol, hogyha ha jó a hangosítás, jó a fény, jó a technika és jó a közönség, akkor jó buli van. A zenekar nagyjából 100 számot tartalmazó repertoárjából 36 csendül majd fel a december 19-i koncerten. Bródi János elmondta, hogy a dalokat eredeti hangzásban adják elő. Hozzátette, sokat jelent neki a közönség szeretete. Előadók is vagyunk, színpadi jelenségek, és az előadóknak mindig fontos épp az a közönség, amelyik ott van, mert minden koncert, minden élőadás az egyszer és megismételhetetlen. Az Illés első 4 számos kislemezét a magyar rockzene origójának is szokás nevezni. A sajtótájékoztatón Somogyi Tivadar is nosztalgiázott. Elmondta, a 60-as években a Szabad Európa és a Luxemburgi Rádió volt a magyar fiatalok kedvence, ám az Illés zenekar dalai miatt inkább ők is visszatekertek a magyar adókra. Ennek volt egy hangulata, aminek a legjobban talán zeneileg azt a furcsa életérző, minden második számban volt egy nagy falzet. Ez a kiáradó, de szerelmes vagyok, és nem tudom én micsoda. Hát én nekem is az Itt állok egymagam, az így indul, most nem megyek oda föl. Tehát ez a huhogás, és ez volt maga az életérzés. Az 50 éve alakult zenekarnak egy tortával is kedveskedtek a Győri Városházán. Érdekesség, hogy a december 19-i Beat ünnepen felép többek között az Anna and the Barbies, a Subscribe, az Intim Torna Illegál és a Vastag Testvérek is. Ők saját feldolgozásukban mutatják be az általuk kiválasztott Illés dalokat. Csak azért.